a holdunk, ahogy a föld körüli keringéséből adódik, óránként körülbelül a saját átmérőjének megfelelő távolságot hátrál az égen. Ezt a hátrálást az egyébként normális kelés, delelés, nyugvás mozgáshoz kell érteni. És a hátrálás során elfedi azokat az objektumokat, amelyek azon az égterületen látszanak. A nagy kérdés, hogy hogy kerül be a Szaturnusz? Abban az esetben, hogyha az összes bolygó egy adott síkba keringen a nap körül, és az összes bolygó körül a holdak is ugyanabban a síkba keringenének, akkor nekünk nagyon jó dolgunk lenne, mert nagyon gyakran és nagy számban láthatnánk fogyatkozásokat, fedéseket, jó dolgunk lenne. Ekkora rend nincs az égbolton sem, a világ mindenségben, tehát az egyes bolygók különböző síkokban keringenek a Föld síkjához képest. A Szaturnusz például 2,5 fokos szögben hajlik a Föld keringési síkjához, az ekliptikához képest, ugyanakkor a Hold 5,9 fokban. Most szombaton este a Hold és a Szaturnusz a síkjaik metszésvonalában fog tartózkodni, tehát innét a Földről nézve egy irányba látszanak az égbolton. Ez egy nagyon érdekes dolgot von maga után, hiszen a távcsövekben egy látómezőben lehet majd látni a Hold korong egy részét, meg a Szaturnuszt. A Hold az viszonylag közel van, szinte itt a szomszédban. Szombaton körülbelül egy olyan 390 ezer kilométer távolságban lesz tőlünk. Ugyanakkor a Szaturnusz távolsága óriási, 1 milliárd 230 millió kilométer távolságba. Tehát egy látómezőben látszanak, de távolságban, mélységben óriási különbség lesz közöttük. Ez adja egyébként az egyik kuriózumát ennek a jelenségnek. Pontosan mikor lesz látható ez a jelenség? Mikor érdemes ide eljönni annak, aki meg akarja nézni, és mennyi ideig fog tartani? Este 10 órakor, tehát szombaton este 10 óra 3 perckor kezdődik a jelenség. Természetesen előbb is érdemes már eljönni, hiszen elég feltűnő jelenség lesz, hogy a szabad szemmel egyébként látható Szaturnusz nagyon közel látszik majd a Holdhoz. Addig, amíg a fedés be nem következik, addig természetesen meg lehet nézegetni a Szaturnuszt, a holdakat, mármint a Szaturnusz holdjait. És hogyha elkezdődik az attrakció, akkor pedig azt a látványosságot, ahogy a Hold korongja fokozatosan eltakarja először a Szaturnusz gyűrűjét, majd magát a Szaturnusz korongját, és a gyűrű többi részét. Ezt hogyan lehet megvalósítani, hogy bárki megnézhesse, hiszen rövid ideig fog tartani, ha minden igaz? Igen, igen, hiszen a látszószögméret nagyon különböző, a Szaturnusz csak körülbelül olyan 42 ívmásodperc kiterjedésű, és a Holdnak összesen 45 másodpercre van szüksége, hogy elfedje teljes egészében a Szaturnuszt. Nyilván 45 másodperc kevés lenne, hogy távcsőven keresztül nagyon sokan, akár egy-két pillantást is vethessenek erre a jelenségre, tehát ki fogjuk vetíteni magát a fedést. Ezt hol lehet majd megnézni, ezt hol láthatják azok, akik eljönnek, fel kell ide jönni a csillagdába, vagy ott lent lesz látható? Szeretnénk úgy megvalósítani, hogy a Széchenyi Főiskola kollégiuma előtti szabad területen, a Füvön fölállítunk egy vetítővásznat, és azon keresztül mindenki figyelemmel kísérheti majd az eseményt. Itt szeretnék mindjárt köszönetet mondani a főiskola távközlési tanszékén dr. Borbély Gábornak, illetve dr. Lencse Gábornak, hiszen az ő segítségükkel tudjuk biztosítani ezt a technikai hátteret, hogy kivetíthessük a képet, és ezáltal nagyon sokan megtekintessék ezt a látványosságot. Akkor mondjuk el még egyszer, hogy pontosan mikor jön ide az, aki ezt látni akarja. Mindenki szeretettel várunk, tehát szombaton este 9:30-tól, a látványosság 10:03-kor kezdődik, 45 másodpercig tart, majd utána több mint egy órán keresztül a Szaturnusz nem látható, hiszen a Hold mögött tartózkodik, és 23:11-kor kilép a Hold korongja mögül. Talán a kilépés még látványosabb lesz, mint a belépés. Ez is egyébként aztán 45 másodperc alatt lezajlik, de mivel teli Hold után 2 nappal leszünk, szombat este, ez azt jelenti, hogy a Holdnak a jobboldali perem, ahol ki fog lépni a Szaturnusz, már árnyékba lesz. És a Hold
éjszakai árnyékban lévő hegyláncai közül fog előbukkanni a Szaturnusz. Ez lesz az igazi látványosság. Ha kíváncsiak arra, hogy mondjuk Michelangelo